elég magas makett, és érdemes oda benézni, nem nagy kicsit. És ilyen épült Bana, ez már Törökország területén van, fényképe lesz a, annak a romnak a múzeumban szintén. Na most a templomnak a pusztulása körülbelül a 900-as években, és ez a nagy-nagy szikla is mutatja, egy földrengés rombolta le. Tehát földrengés, és azután már nem is építették újjá, és a 20. században ügyes restaurátorok, amit lehetett ezekkel a gyönyörű, nézzük meg majd az oszlopőket, ezt szépen, amennyire lehetett, rekonstruálták, és ma egy káplázatos világörökségi helyszínen vagyunk, ugyanúgy, mint majd az Esmerdinbe, ahová megyünk, az ottani emlékek is világörökségi ezzel együtt, így, és szemben pedig az Ararát, majd meglátjuk, hogy mennyit látunk belőle. A kis múzeumban vannak nagyon jó itt képek, illetve rokonemlékekről, és az egész egy olyan fantasztikus hatású ma is, hogy a világ egyik legcsodálatosabb kőtemplomának szokták nevezni. Hát valamikor, amikor ez átadott, tényleg világosodott. Menjünk fel. Tehát 653-ban avatás. A oszlopfülkön majd kívül is látunk több helyen, hogy az ödvényeknek a szent vadalak, olyan, mint nekünk a túlóra.